Nem, hogy elbasztam, elrontottam a verset, hanem tökéletesen elment az egész. És valahogy, ezt tényleg nem tudom felidézni, hogy valahogy a végén, vagy lezártam ezt az egész problémát, nem tudom. És elfutottam a színházból. Dörgelelmes szimpátia tapsot még hallottam, tehát nyilván édes szökény elrontott a verset. Tehát egy ilyen óriás tapsot. Szörnyű, nem mondom. Óriás tapsot hallottam. Egy az egyben. Elmentem, és Keszthely összes kocsmájába megfordultam azon az éjjel. Szervusz, Laci! Szervusz! Csak neked mondom. Igen. Úgy kell tennünk, mint ha ők nem lennének itt. Igen. De jó estét, vagy jó napot kívánunk. Amikor néztem, azért nekem kell itt elkezdeni beszélni, mert én vagyok a meghívó fél. Ja, én még nem voltam itt. De én se. De úgy értem, hogy nem csak így, hanem itt a sufiba. Itt. Na hát látom. Most én csak azon gondolkoztam, hogy van ennél kisebb hely. Tehát úgy értem, hogy van kamra, van sufni, és akkor mi? Már fejlesztés alatt a igen, ficak. A film. A ficak? Ez egy katona ficak. Edinburgh-ban voltam egy ilyen fesztiválon, még régen a 80-as években meghívtak egy zsűri, és akkor ott tudod, ilyen társulatokat meghívnak, és akkor vagyis saját magad mehetsz oda, de neked kell mindent, a szórólapokat fizetni, minden, és akkor megbeszélhet, hogy melyik kocsmába, hogy hol lépsz fel, és ott olvastam valahol, de hát egy hülyeség, ez a, tudod azt, hogy emlékszel, hát, tudod, hogy az emlékezet az mindig állandóan mozog, megváltozik, hogy egy telefonfülkében valaki megcsinálta a bolognai csatát, érted? És akkor, és nem tudtam elmenni megnézni, csak mondom, hogy minden lehet. Ember egy ember férben. Azért izgunk, ezt megbeszéltük itt előtte, mert nem vagyunk a komfortzónánkban mi, és azt is megbeszéltük, hogy egyikünk sem az az alkat, aki önmagát szereti reprezentálni mindig. Mennyivel jobb egy szerep, vagy egy előadás, vagy nem tudom mi. Belebújni, igen. Azt is megkérdezte a Laci előtte, hogy miért találtam ki pont őt, és mondtam, hogy majd elmondom itt, úgyhogy ez egy folytatás. Tehát ez tényleg egy beszélgetés, mert ezt nem mondtam el neki előtte. Azért, mert azt mondták a szerkesztők, meg akik ezt a sorozatot csinálják, hogy két út van, vagy két útat ajánlanak, hogy vagy hívjam meg valami nagyon jó spanomat, valami, akivel nagyon egy húron pendülünk, vagy olyat, akit vele egyáltalán nem, vagy hogy nem ismerjük egymást. Én vagyok a másik. És igen, arról tudnál, hogyha igen. Marha nagy spanok lennénk, azt már észrevetted volna. És mi sose találkoztunk, leszámítva egy két futólagos egyszer valami forgatáson, ilyen hideg kanapékon kínlottunk együtt, erre emlékszem, de egyébként nem, és én mindig vágytam rá. Ez itt most a valomás része, hogy ezen a pályán sok mindenkivel találkozom folyamatosan, és kimaradtál, és hiányérzetem van ezzel a dologgal kapcsolatban, és gondoltam, hogy ha adódik egy ilyen lehetőség, hogy együtt lehet veled tölteni, még ha ilyen faramuci módon is egy órácskát, akkor élnék a lehetőséggel. Köszönöm szépen, megpróbálok. Ez. És hát még egy színpadon is lehetünk, és azért ez hát akármennyire sufni, de azért mégiscsak színpad. Úgyhogy én most egy ilyen 40 percig itt csöndbe eliszogatok szódámat, és mindenki érezze jól magát. Ennyi. És képzeld el, hogy még meglepetéssel is készültem. Azt is néztem ennek a sorozatnak néhány korábbi részét megnéztem, és irigyelve néztem a kollégáimat, ahogy itt ilyen rozéfröccsökkel oldottan beszélgetnek, és mondtam, hogy de jó lesz majd, milyen kiváló, hát akkor majd, amikor én sorra kerülök, én is majd valakivel, tán a Gálfilán, Lacival majd itt elfröccsözgetek. Ekkor még nem tudtam, hogy az én alkalmam délután 3-kor fog sor kerülni, mely után egy előadást még le kell bonyolítani este, úgyhogy de ezt nem bírom kihagyni, hogy
Töltsél. Hogy? Nem fogok meg. Én meg eladásra jövök. Igen. Na hát az meg eladás után nem. Ezt akarom, hogy megkóstold, mert a véremverítékem is benne van. Tehát ez ilyen saját bor. Azért nincs rajta címke, mert ma délelőtt nagy munkával levakartam egy bolti borról a címkét. De ilyeneket csinálsz. Ezt igazából nem én csinálom, hanem az apukám, tehát ez egy családi dolog, és azt gondoltam, hogy szent rituálé van, kóstold meg a saját borunkat. Lajos komáromi zenit. Előadás előtt iszom. Én előadás egy után. Két zentet. Hát, nagyon finom. Na, majd vidd magaddal, mindenképpen. Ezzel megterhelnélek. Azt mondhatod, hogy fáradt vagy. Hát egy kicsit elfáradtam. A tavalyi év az eléggé húzós volt, tehát januártól egész december végéig dolgoztam. A Lót volt az utolsó bemutató karácsony előtt. Ezt még megdobta a térbetegségem, tehát még stresszesebb és még nehezebb volt ezt végigcsinálni. És hát elfáradtam, meg hát, hogy mondjam, hát azért a biológiai órám az nagyon jelez, hogy most már ilyen kicsit karban kéne magam tartanom. De ez már régebben elkezdődött, de most megint csörömpöl, hogy egy kicsit oda kell figyelnem. És hányat játsz egy hónapban? Nem sokat, olyan 17-19, de ezek mind elég nehezek, tudod? Igen. Szóval nekem azért nehéz. Holnap is József lesz, ami 5 órás előadás, és hát nem könnyű egy ház tetején végigülni. De nem is az, hogy a tetején vagyok, mert hát nincs levegő, meg alacsonyabb mennyezet, meg a reflektorok, szóval teljesen azt sem tudom, hol vagyok, forog, amúgy is ilyen tériszonyos vagyok, tériszonyban szenvedek, tehát nekem elég az a 2 méter magas, vagy nem tudom, egy 1,5 méter magas ház, és közben nincs levegő, és hát ott közben meg ilyen tyúklétrán kell föl alá menni. Na most a fájos térdemmel ez isteni lesz volna, alig várom. És ha most nem a rekreáció hónapjai következnének, akkor mit csinálnál? Mihez kezdenél a rátszakadt szabadidővel? Ó, hát nagyon sok minden el van maradva, mert mondom, tavaly nagyon sokat még nyáron is dolgoztam, és nagyon sok minden érdekelne, megvallom őszintén. És rengeteg anyag összegyűlt, amit rendezni szeretnék. Tudod, rengeteget utaztam, meg gyűjtöttem anyagot, mert nekem van egy ilyen, volt egy, vagy van még, hát még lesz is ilyen szenvedélyem, csak mondom most ezt, hogy mindig ilyen, minden nyáron, vagy ősszel, vagy tavasszal, amikor megtehettem, ilyen tematikus utazásokat tettem, tehát mindig valami célja volt, és akkor egy ilyen zarándoklatnak hívom, még most is. És rengeteg anyagot gyűjtöttem, és azokat mindig úgy beledobtam, és akkor ezeket, hát egyszerűen szóval sajnálom, mert be volt egy Bach, hogy mondjam, zarándoklat, ahol végigjártam Hamburgtól egész az összes helyeket, meg fényképeket csináltam, nem tudom mi, akkor 2 évvel ezelőtt a Rembo helyeket kerestem fel, és hát Sárlövében laktam, ott béreltem lakást, meg olyan kutatásokat találtam, meg olyan érdekességeket, meg azóta lefordítottam a saját pénzemen olyan leveleket, mert rengeteg levele van. Tehát a műve ekkora, és a levelezés ekkora. De és hát amikor ő hát fiatalon abba hagyta, igencsak, a költészetet, és nagyon érdekesek ezek a levelek. Tehát ha nem mutatok, elmondom, hogy van egy nagy felfedezésem, amit tényleg én a levelek keresgélése közben találtam meg, hogy ő 89-ben találkozott Teleki Sámuellel. És ott volt, és hát a Teleki nem tudta, hogy ő kicsoda, Afrikában. Igen. És nem tudta, hogy kicsoda. Egy francia volt, aki már akkor nem ivott, és neki kellett vinni italt. És hát egy hétig ott laktak, és utána még leveleztek, és nagyon tisztelték egymást.
és ezt nem tudtam, van ilyen magyar szála is, és hát az erdélyi TK-ban biztos vannak még levelek, vagy lehetnek még levelek, mert nem lehet tudni, hogy a levelezés megmaradt-e. Ezeket úgy nem lehet hozzájutni, mert úgy gondolják, hogy annyira nem érdekes. Ezt is például rendezni kéne, és valakinek odaadni, hogy valami folyóirat, hogy adja ki, mert én nem kell itt már fizetni. Igen. Igen. Tehát amikor azt érted, azt mondtad, hogy sok minden gyűlt össze, amit rendeznél, akkor így értetted, hogy rendezni. Így, például így, igen. Nem szinten rabot rendezni. Szakbarbárok vagyunk mi. Tehát a rendezés szóról az jutott el. Nem. Csak is a színház rendezésről lehet szó, ha rendezés. Nem. Igen. Szóval rendbe rakni, amit körülöttem van, mert én egy ilyen gyűjtögető ember vagyok, ilyen ostobám, most jöttem rá tulajdonképpen idős fejjel, hogy lemezeket, könyveket, mindenféle ritkaságokat, általán gyűjtök meg, hogy legyen meg, és akkor kiderül, hogy egy csomó mindent meg nem rendszereztem, nem. És ez engem nagyon szórakoztatnak, kikapcsol. Gyűjtöd, és amikor meg össze van gyűjtve, akkor hallgatod? Persze. Szóval hát az, hogy a Bach kantátákat végighallgatom, az természetes, és meg elolvasok néhány olyan dolgot, ami hozzáfűződik. Hát csak egyszerre nem lehet, mert csak mondom, hogy ezekkel szórakozom, és nagyon-nagyon, én nagyon élvezem. Vagy ugye, hogy az irodalom, vagy a képzőművészet, most ne is beszéljünk arról. Az előbb a Rambo, azt mondtad, hogy a szívesen elmondod a pannonhalmi Rambo élmény. Ja, hát kiadtál, hogy szívesen elmondom. Nem, csak kiadtam. Tavaly volt. És rákérdeztem volna a Rambóra, te magad nem hozod elő. Nem, mert tavaly volt egy, én csak ami nem mindenki tudja, én mikor is? 82-ben, igen. Akkor a Pesti Színházon megcsináltam, az egy évad a pokolban. Egy című művét, előtte pedig a Szívdobog a reverenda alatt, tehát ilyen két egyfelvonásos színdarab, hát nem színdarab, mert költemény az egész. És hát akkor ez egy nagy szám volt, hogy először Magyarországon Rambót. Éjszaka játszottam csak, mert nem engedték, hogy nappal játszom, nem tudom miért. És a lényeg az, hogy meghívtak Pannonhalmára az Arcus Temporum című ilyen kulturális eseményre, hogy legyek én a házigazda. Akkor még nem tudtam, hogy mibe csöppenek bele, mert a házigazdaság, mint olyan, azt nem tudtam, hogy abból áll, hogy nekem mindent meg kell nyitnom, meg beszélnem kell előtte. Na most nekem az marhára nem megy, de azért valahogy összeszedtem magam, és hát 40 fokos melegbe, templomokban, lépcsőkön, Gideon Kramer, meg de ilyen nagy művészek előtt beszélni, szóval, hát, de ez volt a izé. De közben a Lénárd Sándor filmet is levetítették a Gyöngyösi teremben, amit csináltam Brazíliában, forgattam, és akkor azt levetítették a dokumentumfilmet, mert az azóta nem lehetett látni 2000 óta, a Duna TV nem adta le, és akkor azt levetítettem, és akkor mondtam, hogy akkor megcsinálom a Rambót, az egy évadot 35 év után. És akkor én ezt úgy kimondtam, mondom, hát annyira nyitottak a pannonhalmiak, annyira, hát nem tudom, nagyon nagy élmény volt spirituálisan is, meg minden. És hát mondom, és mondták, jó, de mondom, az egy évad a pokolban, az a címe, és nagyon jó, csináljam meg. És a lényeg az, hogy ott van egy nagyon szép előadó terem, légkondicionált meg minden, hát mert iszonyú meleg volt, és 35 év után, vagy 34 év után megcsinálom. És én akkor nyáron jöttem rá, hogy micsoda felelőtlenség volt ez, hogy ebben én belementem, és közben olyan élmény volt nekem, hát végig dolgoztam az egész nyarat, tehát úgy értem, hogy minden nap elővettem, mert egyszerűen nem csak a szöveg miatt, hát az itt van, de az, hogy akkor nekem mit mondott, és most mit mond, és hogy mennyire még mindig, és egyszerűen olyan időutazás volt, amit el nem tudok mondani, tehát állandóan, mindig megáll, jé, és akkor ezt csináltam, azt persze nem csináltam meg azokat, mert nem tudtam, meg nem színházi eladás volt, hanem egy ilyen pódium, de azért ottan dobáltam magam meg hogy kell, hát amennyire egy magam korabeli 60, jó, nem mondom meg hány évesnek, kell, tehát én nem akartam a 20 nem tudom hány éves vagy 20 éves Rambót eljátszani, hanem a gondolatait. És olyan érdekes volt, mert mondom, hogy hát ott ültek a szerzetesek is, és nézték, és hát ott azért van a Rambóban néhány olyan mondat, nem véletlen, hogy a
testvére, amikor a halottas ágynál volt, akkor odaírta, hogy ő megtért Istenhez, és nem tudom, de hát erre kitértünk utána, megbeszéltünk. Csak olyan érdekes volt ott megcsinálni. És... Én például megfogadtam néhány évvel ezelőtt, hogy nem fogok fellépni soha többé. Ja, így olyan, külön. Igen, ja. Igen. És hogy nem vág semmit, ami nem az, hogy egy színházban, egy előadásban nem szeretjük kiállni. Igen. Volt egy, ezt szükségesnek tartom elmondani, mert egy Jónás félesség. Hogy volt egy alkalom, amikor én Keszthelyi vagyok, és ott van a Helikon ünnepség nagy hagyománya, ez középiskolások művészeti, nem tudom milyen. És ez a Helikon ünnepség, ez volt valahány éves, valami évfordulót, 50 talán, és minden valahai nyertest visszahívtak egy nagy gálaműsorra. És én gimnáziumban, már minden valahogy nyertest, aki végül művészi pályára került. Ja, ja. És én gimnazistaként megnyertem a Helikont. Kezdte egy híressége. Megnyertem a Helikont, ám szólóhangszer kategóriában, tehát egyáltalán... Furulja vagy mi volt? Oboa, kérlek. De hát én nyertes voltam, és hát mint ilyet meghívtak, ám már ugye átnyergeltem erre a dologra. És volt bennem valami ilyen kivagyiság, hogy most Keszthelynek, én, mint Keszthely szülött, tehát olyan romantikusnak tűnt, hogy visszamegyek Keszthelyre. És ott a Balaton Színházban kiállok, és valami nagyot kell, és valami, hogy nekem mi dolgom, nekem van valami dolgom ezzel az egész dolga kapcsolatban, és túl romantizáltam az alkatomhoz képest, meg főleg ezt az egész dolgot, és... Én is így vagyok. Igen. És nekem fontos vers a hajnali részegség. Nekem, hát sokunknak, de hát egyébként nem csodálható dolog. És azt gondoltam, hogy na, megkapjátok ezt most tőle. És hát foglalkoztam a verssel, lelövöm a point nem eleget. Ezek szerint felkészültem, mondtam minden élethelyzetben, hogy ne legyen az. Szabadtérod? Nem, színházi közeg. És ugye nagyon-nagyon vártam a pillanatot, és nagyon izgultam. Anyukám kérdezte, hogy tudod a verset, kis? Nagyon jó. Anyukák olyan jókat tudnak kérdezni. Hát én jászidíjas színművész vagyok. Hogy ne tudnám a verset? Anya, hát hogy? Persze, hogy tudom a verset. Tudtam is. És még talán azt is javasolta, hogy a nagyszobában erre adjak egy bizonyítékot, de azt hiszem, hogy ezt valahogy eltussoltuk. Na és akkor ott volt a nagy gálaest, előttem Vukán zongorázott valamiért, ez önmagában egy nagyon megtisztelő dolog volt, és beszarató. Na és akkor bekonferáltak annak rendje módja szerint a Keszthelyi születésű Vácztérre, vagy ez a katonai, nem tudom. És egy dologgal nem számoltam, hogy noha ez egy színházi körülmények, meg minden, de például a nézőtéri fény fönn volt. Aha. Ez egy 3,5 órás gálaműsor volt. Jaj, és akkor kibe? Hol? Gyerekek? Körülbelül hány órakor került? Hát én 2 óra után. Ja, hát tehát ilyen jó pont. Szörnyű. Igen? De hát járkálás, stb. De nem akarom erre fogni. Fönn volt a nézőtéri fény, és mint egy gicses filmben lenéztem a színpadról, és ott volt az egész életem. Az egész 18 éves koromig tartó életem összes szereplője ott ült. Az összes tanárnő, az összes óvodásnő, a szomszéd, a mindenki. Tehát egész kezdve. Hát én rosszul vagyok. Hát... És ezzel nem, egyébként nem csak miattam, hanem mert ez egy kisváros és nagy esemény van. Hát persze. És megtörtént velem az, hogy megcsíptem magam. Ezt mindig hallom ezt a frázist, hogy csíp meg, hogy álmodom-e. És effektíve az történt, hogy elkezdtem magam csípkedni a színpadon, azon a ponton, amikor azt se tudtam, hogy merre van előre, valahol a negyedik verszak környékén, tehát semmi. Tehát nem, hogy elbasztam, elrontottam a verset, hanem tökéletesen elment az egész. És valahogy, ezt tényleg nem tudom felidézni, hogy valahogy a végén, vagy lezártam ezt az egész problémát, nem tudom. És
és elfutottam a színházból. Dörgelelmes szimpátia tapsot még hát hallottam, igen. Tehát nyilván édes szökény elrontottam el. Tehát egy ilyen óriás tapsot. Szörnyű, nem mondom. Óriás tapsot hallottam. Egy az egyben. Elmentem, és Keszthely összes kocsmájába megfordultam azon az éjjel. Mondjuk szerencsémre nincs neki sok kocsmája, de akkor is megoldottam, hogy tehát megpróbáltam úgy elbutulni, hogy ne kelljen erre az egész dologra gondolni. És aztán azt mondták utána, hogy semmi, hát nagyon jó, mert érdekel, nem, semmi baj. Bocsánat, mindjárt befejezem. Dehogy is, ha mondjál, tehát csak mondom. Körülbelül egy fél év múlva, nem tudom hány éves lett a zeneiskola. Rá is visszahívtak. És a zeneiskola nagyjait ismét összehívták egy marha nagy gálaműsorra, ugyanabban a színházban, tehát magyarul ugyanazok az emberek, tehát teljesen ugyanaz. Az egész kicsit más fellépőkkel és némileg zenés orientációval. És engem is visszahívtak. Kérdeztem, hogy biztos-e. Mondták, hogy biztos. De verset mondani, vagy? Egyáltalán én, mint Keszthelyi nagyságot jelenjük. De úgy érte, hogy oboházni, vagy? Bármit csinálni, és akkor úgy döntöttem, hogy szerzek egy oboát, és eljátszom azt a művet, ami az első hangversenyemen játszottam, nem tudom, 10 éves koromban, az ott el, és sztoriztam, tehát egy ilyen kisebb, ilyen történetmesélős, tehát sztoriztam a zeneiskoláról mindegy ilyen belterjes marhasságot, tréfás emlékeimet idéztem föl, és úgy kezdtem, hogy a oboázás után úgy kezdtem, hogy most nem mondok verset, és ennyi történt, és az egész ilyen, tehát ez tulajdonképpen ez bebizonyította, hogy ez kurva élénken élt egész Keszthelyben. Tehát amikor lényegében, amikor megjelentem a színpadon, már így. És én azóta bírom tartani, nem tudom, hogy élethosszig tudom-e tartani, de azóta, hogy én Kocsis Gergely, olyan színművész, kiállok egy pódiumra, és ott valamit, azt azóta nem. Értem. Már ez is egy kicsit billeg. Aha. Érdekes, hát szép történet. Van neked olyanod, hogy a tarsolyodban, most a Rainbow-n kívül, hát, és az anyám tyúkja versein kívül, amit rendszeresen. Tehát, hogy így tudsz így verseket? Mert képzeld el? Át kell nézni. Át kell nézni, úgy már nem merek belevágni. Rainbow-nál vannak, hogy az beült, tehát a kisebb versek meg minden, de hát át kell nézni, meg hát most annyi minden. Szóval, meg hát én sem vagyok már fiatal. De át kell nézni, és ha átnézem, akkor visszajön. Például múltkor mert ugye a második Richardot csinálják, és a Somlyóféle fordítást elővettem, és kétszer átolvastam, és már ott volt a számon, tehát amit a 85-ben, vagy mikor játszottam. Szóval előjön, és még gondolkoztam. Most Csemi, tegnap előtt valami más kapcsán magamban néztem, és megállapítottam, hogy én nem tudok egy verset se. Ja, tehát, hogyha most így egy kivégző asztag elé állítanának, és az életem azon múlna, hogy hibátlanul mondjak végig egy verset, akkor nem biztos, hogy... Nem baj, ez nem... Nagyon sokat megtanultam már életemben, különböző okokból és alkalmakra, de valahogy ez a memóriám, ez nekem nincs. Kész, eltűnik. Ha nincs használatban, akkor eltűnik. Volt a Mirisa tévében. TV-felvételt, ott rengeteget mondtuk ki vers mindenkinek biztos emlékeznek rá, ott egy ilyen sorozat, és akkor nagy nehezen fölmondtam egy nagyon hosszú verset, és aztán, hogy köszönjük szépen, ezért kamera kétszer felvettük, és mentem le a lépcsőn a régi tőzsde, hát a régi tévé, és mondták, hogy jöjjek vissza, mert valami is visszamentem, és majd ötször elrontottam ide, mert már amíg lementem a lépcsőn, én már azt lezártam. Szóval ilyen a színész, hogy ez most már megvolt, és akkor alig tudtam összevakarni magam, hogy meglegyen a felvétel. Ez cselefejtő, hogy jöttem a hosszú lépcsőn, és miközben jöttem, már felejtettem. Azonnal. Érdekes. De például még irigylem a fotografikus memóriájú embereket, mert a múltkor
megesett velem egy éve körülbelül, hogy elolvastam egy könyvet félig, egy ilyen 300 oldalas könyvnek a 160. oldalán jöttem rá, hogy én ezt már olvastam. Nem mondom. Azért az nagy probléma, nem? Tehát azért valami... Nem. De akkor valahogy először nem olvastad rendesen. De egy csomó dolgot olvastam, meg kellett olvasnom régen, ilyen tanulmányi okokból, és a műveltségem az nincs, mert a háború és békét én csak arra emlékszem, hogy olvastam. Tehát ennyit tudok csak felidézni. Tehát még azt is fel tudom idézni, hogy hova vittem magam, hol... Tehát fel tudok idézni ilyen balatonparti pillanatokat, amikor én a háború és békét olvasom, de nem tudnám összefoglalni a cselekményt. Ez nagyon borzalmas. Én a plusztal voltam most így, mert most megjelent az összes, és most végig tudtam olvasni, hál' Istennek. Én pedig megjegyzek ilyen sorokat, ami nagyon tetszik, és akkor tudom, hogy ott a közepén a 150-200 valahol ott lent alul van. És akkor addig lapozok, amíg megtalálom. És szoktad a fenébe kívánni ezt az egészet? Melyiket? Amit csinálunk mi. A színházat. Nézd, hát mindenki eljut, én most lassan 45 éve, vagy hány éve vagyok színész. Hát 74-ben már játszottam, 75-ben kaptam a diplomát. Hát szóval elég régóta, néha tényleg az ember azt mondja, hogy elég, de mindig van valami, ami érdekes. Mindig van valami, ami... Én nem vagyok ilyen mindent, ide nekem az oroszlánt is, az volt, vagy... De most már... Szóval, de mindig van valami érdekes. És ha nem ez lettél volna, akkor egyrészt mi lettél volna valószínűleg, vagy mi szerettél hát volna? Hát nem tudom, ez olyan... Most már fölösleges kérdés föltenni. Nem. Mi lettem volna, de emlékszem, amikor... Fiatal voltam, mert az a baj, hogy eljátszottam a Kafka Margit gimnáziumban, másodikos voltam, vagy amit gimnazista, a Molière kényeskedőjét, a Mascari Márkit odaadták nekem, és ami Márki, meg én, akkor tanultam először színdarabot úgy magam. Bár előtte a Pince Színházban azért már játszottam ilyen kisebb szerepeket, de hát az még nem döntöttem el, tudod? Nem döntöttem el, a Lilionfiban voltam a Schwarz Adolf, meg ide 15 évesen. De, igen, mert 16 évektől lehetett jelentkezni, és én meg azt hazudtam, hogy 16 vagyok. És akkor azért bevettek a buliba, és az rendszeresen játszott, tehát hetente voltak előadások. És akkor eljátszott ezt a Mascari Márkit, és mindenki tapsolt, én is jól éreztem magam. Hát mondom, hogy marha jó, és akkor utcán megyek, mondom a szöveget, a villamoson megnéznek, mert mondom a szöveget, tehát állandóan valamivel lefoglaltam magam, valami érdekelt. Eddig így a filmek így érdekeltek, a képzőművészet, irodalom, meg ide olvasgattam, amiket tudtam, csak akkor még nem voltam ilyen tudálékos. És a lényeg az, hogy akkor mondom, ezt csinálom, és csak apukámnak mondtam, mert mi öten voltunk testvérek, most a legidősebb bátyám meghalt sajnos, és a lényeg az, hogy a négy fiú és egy lány, és a három bátyám az apámnál asztalos lett. Apám asztalos volt. És a lényeg az, hogy volt saját műhelye, tehát nagyon-nagyon makacs székely ember volt, és volt egy műhely. És mind a három bátyám oda ment, és nekem mindig nyáron ki kellett segíteni. Na hát azt nagyon utáltam. Tehát festeni, meg az a kosz, meg az a por, meg ott emelgetni, hát ilyen vékony voltam, nem tudtam, és mindig röhögtek rajtam természetesen a testvéreim. És akkor az apám megkérdezte, na fiam, mert hogy vége volt a gimnázium, hogy mit akarsz csinálni, és elmondom, én színész akarok lenni. Hát miért akarsz lenni? Hát itt van ez a jó műhely, ide jössz a testvérekem, ide. És tényleg még mindig megvan, mert egyik bátyám még mindig fenntartja, és nagyon szép szakma, hát gyönyörű szakma. És mondta, én színész akarok lenni, és akkor mondta apám, hogy hát fiam, én ezt nem értek, én csak pénzt tudok neked adni, semmi más. Mondom, jó. Már úgy értem, hogy járhatok, hogy nem kell dolgozni, tehát amíg a fős. És akkor jelentkezte a főiskolára, hát nem fölvettek. Érted? Igen, most megkérdeztem, hát már akkor ugye játszottam, már akkor játszottam ilyen szerepeket. Hát, érted, de a nulláról, ez olyan, mint amikor a... Néha megjelenik a nem tudom hány leggazdagabb ember kiadvány, és akkor mindenkinek... Nem voltam benne. Nem. Mindenkinek leírják, hogy a meggazdagodás a történetét, és mindegyik úgy kezdődik, hogy 1900 nem tudom hányban megvásárolta nem tudom milyen Impex vizét. Na jó, de bazzeg, azt miből vásároltam? Igen. Az hogy lett?
Valahogy a nulladik lépés, az sosincs leírva. Te is már azon kaptad magad, hogy játszottál. Nem, az Esti Hírlap volt egy ilyen újság, és akkor ilyen kicsike kis hirdetés volt, hogy Pince Színházban színészeket fölvesznek 16 évtől. Hát, és akkor nem tudom, hogy megtetszett. De nem játszottam előtte, csak otthon a gyerekeknek a poroló, meg ilyesmi. A filmeket mindig eljátszottam, amit láttam. Ez van egy kedves emlékem, hát kedves emlékem, hogy a Lili Offit azt vagy százszor megnéztem, és akkor a poroló mindig eljátszottam a gyerekeknek az összes szerepet. Dajka Margitó kezdve, Darvas Ivánig mindenkit, és hát nagyon élvezték. És az volt érdekes, hogy amikor az Ekuszt játszottuk a Darvas Ivánnal, és nem tudom, már a, mit tudom én, a 100. előadás volt, vagy 50., nem tudom, és így nézett bele a szemembe, és ide, és leblokkoltam. És akkor így mond, még egyszer megismételt, és mondta, hogy mi van? Mi volt veled, hogy itt leblokkoltál? És mondtam, hogy beugrott a Lilian fél, hogy mondom, én gyerekkorom óta téged játszolom, és akkor jött, nem a próbákon, igen, meg nem, amikor hát több darabban játszottam vele, vagy statisztáltam mellette, de akkor így beugrott, hogy hát ő a Darvas, akit én 12 éves korom óta játszom. És akkor volt ez a kis hirdetés az újságban, és elmentem, Lénert Péter volt, aki felvételiztetett, és ott volt a Matkocsik Andis, akivel később a Rambót csináltam, csak mondom, hogy mindig mindennel összefügg, és akkor emlékszem, a Simonon vár rám szívű versét mondtam el, azt tudtam meg valami József Attila, Isten, azt hiszem, azt a versét, hogyha golyóznak a gyerekek. És a lényeg az, hogy és akkor elkezdtek röhögni, hát képzeld el, hogy 16 éves, és azt mondtam, hogy 16 éves vagyok, hát látták, hát olyan gyerek voltam, mint az, és röhögtek és fölvettek. Rögtön jött a Lilion film, rögtön berakta a Schwarzenegger, szóval mondom, ez egy ilyen. De ez egy ilyen kis cikk, véletlenül találtam, igen, az Esti Hírlapban. Nekem a magyar tanárom azt mondta, hogy nézd csak, ez itt van egy ilyen tábor, ezt téged nem érdekel? Zalaszengrót van, itt van közel. Mert hogy ízektem, mozogtam, meg ilyen sokat hülyéskedtünk a gimnáziumban, és akkor azt mondta, ez lehet, hogy téged érdekel. Igen, ilyen véletlenek, és akkor elmentem, és oda volt írva, hogy színészmesterség kurzus, Máté Gábor tartja. És annyira nevettem ezen a szón, hogy mesterség. Mesterkurz, ja. A mesterség, ja. Szóval, amit most már nekünk annyira természetes, de én emlékszem, hogy 16 éves koromban számomra a mesterség az asztalos, vagy a tetőfedő, vagy a nem tudom, az a mesterség. És ezt megmosolyogtam, hogy színész mesterség, ráadásul egy táborban. Ez hogy lesz? Mi lesz? Ezt nem tudtam, hogy ilyen. Mi? Hát, hogy ilyen régi kapcsolat van a Gáborral. Igen, 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 ez a véletlenek sora. Igen. Tehát itt ül valahol, úgyhogy nem akarok erről beszélni. Ja. Ja. Azt meg akarom kérdezni, azt meséld el, az számomra felfoghatatlan, amit most olvastam, ezt nem is tudtam, hogy ez így volt, hogy azt akkoriban azt képesek voltak meg. Hát ez a külföldi forgatásos, ja, tudsz? Hát ez... Hogy az, abban van valami túlzás, amit ott valami interjúban mondtál, vagy az tényleg így volt, melyik? Hogy játszottál egyet, felültél egy repülőre, igen, forgattál, igen, visszaültél egy repülőre, és másnap itt voltál előadáson. Igen. És közben próbáltam az Amadeust. Itt. És ez hónapokig képesek voltak? Igen, hát ki is készültem a végére. És egyeztették, mivel hogy akkora nagy dolog volt, hogy engem választottak a Lajosra, a Ludwigra, a Wagner filmről beszélünk, hogy azt is a Rambónak köszönhetem. Igen. Mert a rendező járkált, kerestek itt színészeket, minden, és akkor mondták, hogy este volt, hogy hol van még előadás, és ez éjjel ment, 11-kor, és beálltak oda. És látták egy hosszú, vékony fiú, meg minden, és behívtak a Hilton szállóba. A rendező, az álljak föl, minden, azt akkor ő lesz, kész. Így lett. És akkor elkezdtük beszélni, minden, és akkor már én meg hát elkövettem egy szándékos, vagy nem tudom, nem volt szándékos, hogy rögtön ez le lett nyilatkozva a Szegvári Kati
tévé, nem tudom, stúdió műsorába, és akkor már a Horvai Pista bácsi volt, hogy hát már nem lehet visszaszívni, érted? Szóval az, hogy én a Laurence Olivier-rel, a Gil Gooddal, a Ralph Richardsonnal, Vanessa Redgrave-vel, Richard Burton-del játszom, és egy magyar színésznek megadatik, hogy egy főszerepet eljátszon, akkor nem lehet, pedig akkor nem volt ez. És akkor összeegyeztették, tehát aztán azt el is rontották, rengeteg botrány volt, lekésés, eladás maradt el, mert Bécsből nem tudtam hazajönni a hóesés miatt, szóval ilyennek a rendőrautó vitt be, és akkor mindig egy kicsit rosszul voltam, és bementem a színpadra is játszottam, aztán szépen visszaszálltam a kocsiba, és akkor kimentünk Münchenbe. Szóval ezt csináltuk pár hónapig, ez nagyon kemény volt. Hát ma már nem tudnám csinálni. De ma már ilyen nem is lenne szerintem. Nem. Meg hát nem is kell. Ma már, hogyha ebben leszerződik, vagy nem tudom mi, vagy kap egy szerepet, akkor lemond szerepeket, hát közben meg... Csak ez is úgy nagyon összecsúszott, de nem mondom, hogy nagyon sok mindent köszönhetek neki. Ez is tök véletlen, mondom, hogy nekem az eleje, az első 5 év, az valami olyan, az egy életre való anyag. Tehát, hogyha meghúzom itt egy tangóharmonikát, egy életre egy be lehetne osztani annyi olyan szerepeket játszottam, hogy mondom, hogy rettentő nagy mázli. Hát aztán, hogy mennyire tudtam élni vele, az már más kérdés. Meg manapság azért nem, még az is eszembe jut, hogy ma az is elképzelhetetlen, hogy filmrendező hordák járkálnak színházakba szereplőt. Ja, járnak. Legutóbb volt az egyik nagyon jó nevű rendező, és hát anyám tyúkjára ült be, azt hiszem, nem mondom meg a nevét, és elaludt, és láttam, és közben szintén meg van világítva a nézőtér, és lehetett látni, hogy olyan szépen így ült. Biztos, hogy nem verset hallgatott. Így is kaptam szerepet, hogy láttalak a posta előtt, ott álltál, hogy bedobd a levelet, vagy nem. Mert épp ment el kocsival, és ezért kaptam egy szerepet. De tényleg, nem azért, mert csak hogy a tétován ott álltam, és akkor eszembe, hogy tényleg itt a Gálfi. És vezetett, de ugyanez volt egy másik rendezővel, akkor még a főiskolán, és még tanítottam, vagy hát dolgoztam, és akkor ott ült mellettem egy filmrendező, nem mondom meg a nevét, és azt mondja, hogy és így nézett, mondom, mit nézel? Hát tényleg, hát te itt vagy, csak de évek óta ott együtt nap, mint nap találkoztunk, és akkor jutott eszébe, és akkor hát, hogy hozzuk össze. Tehát egyszerűen jelen kell lenni, című, ismered ezt, hogy ha nem mutogatom, én meg aztán igazán nem járok sehova. Én még a saját születésnapi bulimról is elsőként szoktam megszökni. Szóval én egy ilyen hülye ember vagyok. Filmekből lehet filmekbe kerülni. Ez olyan, mint ahol a vezetői pályázatok, hogy 5 éves vezetői tapasztalattal kell rendelkezni. Na de baszki, az első 5 évnek valahogy meg kell lenni, az hogy van? Ez hasonlít a milliómos témához. Képzeld el, hogy amikor néhány hónapja megadtam a nevedet, és eldöntöttem, hogy ma itt veled szeretnék ülni, akkor rámentem a színház műsorra, hogy tényleg olyan régen láttalak tulajdonképpen színházban, és összehasonlítottam műsorainkat, és nem, tehát néhány hónapja nem. Nem tudtál egyeztetni? Szóval nem jött össze? Nem. Nekem az az álmom, hogy egyszer csak nekem a nyári szünet az maradjon el. Igen. Szívesen dolgozom nyáron, viszont hadd legyek szabadságon október-novemberben. Ó, hát ezek a... Igen. És én minden este színházba mennék, esküszöm. De minden második este biztos. Igen, hát ez olyan, hogy igen, mindig a nyár az a szabad, és nyáron meg, igen. Engem annyira bosszant, nem is lelkiismereti, hanem nem tudom, ilyen érdeklődési kérdés, annyira bosszant, hogy nem jutok el színházba, és az a havi 2-3 este az meg, jaj, ha még akkor is színházba mennék, otthon engem megölnének. Ez az egészen biztos. Pedig csak mindig hallom, látom, elolvasom. Tényleg a kritika? Uff, még erről akartam beszélni. Hát a kritika! Nehogy kihagyjuk, úgy utálom. Utálod? Nem. Hát, a témát vagy? Nem. Hát ugye a kritika. Hát most ilyen... De mit akartál kérdezni? Nem, igen, te kérdezél. Nem. A viszonyod a dologhoz. Itt, nagyon. Olvasod? Bújod?
Hát mit? A kritikákat. De milyen kritikákat? Bemutat valamit, és utána elolvasod? Hát van egy, kettő, három olyan van, amit érdemes elolvasni. Vagy, vagy ami kritika. Igen, igen. Többi leírás, meg, meg nem tudom mi, meg jól hozta, meg nem tudom micsoda, meg jól áll neki, már megszoktuk tőle, meg nem tudom. De miért nem? Én engem nem zavar a rossz. Engem abszolút, pláne az én koromban már. Nem, engem nem zavar, de régen se csinálta ebből. Hát akkor régen úgy legalább volt kritikus, nagy kritikus, akik egymás ellen írtak, és akkor azt élveztem, hogy az egyik megdicsér, akkor a másik lehúz, meg nem tudom. De hát azok kritikák voltak, tehát méretileg is. Szóval valamit leírtak, vagy volt benne egy kis szellemesség, vagy valami. Ezek, vagyis hát nem tudom. Na, most miket fogok kapni? De hát most már... De nem, de mondom, hogy annyira nem befolyásol, nem is olvasok, amikor még utána, hanem hogy mit tudom én, hogy összegyűjtögetem, pár számítógépen félrerakom, és akkor majd mit tudom én a 10. eladás után vele olvasok, vagy valami. Köszönöm, hogy eljöttél. Hát én köszönöm szépen akkor azt, hogy meghallgattak. Hát remélem egy kicsit érdekes, vagy valamit tudtam mondani. Én köszönöm a meghívást. Mindannyian egyforma emberek vagyunk. Ugyanabban az időszakban ugyanazt a borsó főzeléket eszünk, vagy spárga szezonban, akkor spárgát, vagy nem tudom, néha csinálunk valami különleges dolgot, de általában gatyába ülünk otthon, és nézzük a televíziót. Meg nem nyilatkoztam se azt, hogy mindenem a színház, ahogy végeztem a főiskolát, anyád, inkább az élet lenne a mindened, meg abból tudsz bármit is csinálni, bármit is kezdeni. Nagyon, nagyon szar dolog megöregedni. Na, ez az igaz. Igen, tényleg. Nem tudtam pisilni, most bepisillek, viszont nem tudok kakálni. Hát, ennyit ért el az orvos tudomány. Úgy érzem, hogy nincs vége. Valahogy, hogy nincs vége.